Köszöntöm Önöket, Balzsai Károly vagyok. Mai adásunkban Heves Vármegye legnagyobb szakképzési intézetének szakmai igazgató helyettesével beszélgetünk, Melyikó robert el. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a beszélgetést, illetve a meghívásunkat, és fogadott minket. Ugye ön itt kezdte a tanulmányait, ha jól olvastam, akkor számítógép alapismeretek, illetve asztalos mesterként is. Melyik volt a fő csapás irány először? az asztalos szak. Az asztalos egy asztalos szakmába, aki mester, miért fontos az, hogy utána a pedagógiai irányba induljon és átadja a tanítványoknak azt, amit ő tud? Ez egy hosszú történet, ahogy előbb is említette. Ugye 25 évvel ezelőtt léptem be ebbe az intézménybe, 9-es koromba. Akkor én az általános iskolai tanulmányaim után olyan közepes, erős közepes tanulmányokkal jöttem az általános iskolából, és nagy reményekkel jöttem ebbe az iskolába, és volt kitörési lehetőségem arra, hogy ott olyan pedagógusi gárda volt az akkori, jelenlegi is, de az akkori pedagógus gárda itt ebben az iskolában, hogy azt a támogatottságot maximálisan megkaptam, már ott 14-15 éves koromban. Ott próbálkoztak azzal az akkori tanáraim, hogy az akkori szakközépiskolának nevezett érettségit adó területre menjek át, hogy oda a képességeim alapján inkább odasorolnának, de kitartottam amellett, hogy az asztalos szakmát végigjárjam, jó mesterektől elleshettem itt a fortéjait az egész szakmának, és akkor utána volt egy ilyen magyaros vérvonulata is ennek a történetnek, hogy itt versmondó versenyekre, próza versenyekre jártam, nagyon sok rendezvényen is. Hát azt csak még gyorsan azt meg akarom kérdezni, hogy az asztalosság akkor az saját választás volt? Igen. És hogy miért pont? Az, olyan kreatívnak és olyan ügyesnek kell. Hát lenni az akkori ahoz. iskola szerkezetben még ugye létezett ilyen általános iskolában hogy technika. Ugye akkor én már 5.-6-os koromban eldöntöttem, hogy itt a faiparon belül szeretnék, tehát hogy az asztalos szakma az, amelyik érdekel. Ugye a családon belül szinte mindenki, tehát mindkét bátyám, apukám, nagybátyám, ők festők voltak, mm. úgyhogy én voltam az első ilyen, aki így megtörtem ezt a hagyományt, és elindultam ebben az asztalos irányban. És akkor az asztalossághoz jött az irodalom. Igen. Tehát így ez a kettő, ez mindig ott volt meghatározó az elmúlt 25 évben. Mm. Ö, ugye ö, az utóbbi időben már ugye azért mondjuk, valljuk be, hogy a szakképzés volt, ami dominált, ö, ott az elején nekem az, az rengeteg lehetőséget kínált a versmondás. Eljutottam olyan helyekre, oktatóimmal közösen, a, ahová 14-15 éves korában az ember csak úgy gondolataiba juthat el. Tehát ugye a versmondás az jelen volt, de ugye az asztalosság volt az. A tigéretet tettem az oktatóimnak, hogy a szakma megszerzése után maradok, és akkor érettségét szerzek és akkor az érettségi alatt megígértették velem, hogy valamelyik főiskolára azért illő lenne, hogyha beadnám a felvételimet, és akkor itt a kettő közül úgy döntöttem, akkor még idegennek tűnt számomra Sopron, a faipar, nem is nagyon hallottam róla, de ugye itt helyben Egerben ugye az Eszterházi Károly akkori főiskola, most már egyetem, magyar kommunikáció szakára jelentkeztem. És utána mi volt az a, ugye említett, hogy ez a magyaros csavar még, ahogy akkor ide visszajött, ahonnan, ahonnan elindult. Ez az intézményhez azért volt egy olyan szoros kötődésem, meg van is, hogy akkoriban én így fejben eldöntöttem, hogy ha még portásnak jövök is ide-vissza, de vissza szeretnék jönni. És pont a magyaros államvizsgám napján hívott az akkori asszony hogy tudja, hogy most végzek a napokban valamikor a főiskolán, és hogy itt egy asztalos oktatót, mestert keresnek. Hát nem tudtam, hogy bemenjek-e államvizsgázni, vagy jöjjek egyből, de hát azért tisztességes úton, tehát bementem. Leállamvizsgáztam, és nagyon nagy boldogsággal jöttem haza, hogy már másnaptól szinte mondhatom, hogy van is munkájám, és ott, ahol szeretnék dolgozni. Nagyon érdekes, hogy ezt mondja, mert mert nem ön az első, aki, aki ilyen szakképzési intézetben nevelkedett, illetve tanult ö, fiatalként, már elhatározta, hogy ö, hat törőjkhasakaid vissza fog térni az iskolájában, és adja tovább a, a tudását. Mit adott az iskola, vagy mi mi, mi volt az a motiváció, ami miatt ö, mindenféleképpen itt akart ö, tovább dolgozni, illetve elkezdeni a magát az életet? Hú! Nem könnyű kérdés, de szerintem az, hogy, hogy hát a jövőmet úgy láttam, hogy azzal meg fogom tudni alapozni, és szerintem ennek az eredménye most érett be, ugye ezzel az oklevéllel, amit a hevesvármegyei megyei szakképzési díjban átadtak részemre, és úgy gondolom, hogy itt ebben mindenki benne van a 25 év alatt, tehát a 25 évnek az összes eredménye most ebben az oklevélben érett meg, nagyon örülök neki, hogy itt idén 40 éves leszek, hogy ezt a díjat megkaphattam. Nem gondoltam, hogy 40 éves koromig el fogok jutni el eddig, hogy egy ilyen hogy nemes víban részesülhetek. Amikor elkezdte 25 évvel ezelőtt a, az oktatást, a, ta, a tanítást, akkor mi volt a, mi volt a célja, mi volt az, megint csak az a szó, hogy motiváció, hogy mert ugye olvastuk, illetve olvastam őről, hogy a nagyon példamutató, hogy a gyerekeknek nem csak azt átadja a tudását, hanem példamutatóan viselkedik, tanul, ö, precízen végzi a munkáját. Mi volt az, amit mindenféleképpen az az attitűd, amit át akarta adni a fiataloknak? Ö, szerintem az, hogy a szakképzésben óriási lehetőségek voltak már akkor is, annyira nem voltak még felszínen, mint napjainkban. Szerintem, aki a szakképzést választja, az, az nem, nem, dönt rosszul. Itt a 2013-as szakma kiváló tanulja versenynél volt egy nagyon jó szlogen, hogy egy jó szakma felér egy diplomával. Én ezt, ezt vallom, és, és ezt, ezt mindig elmondom a tanulóknak is. Ha én akkor nem, döntök, nem úgy döntök, hogy az asztalos szakmát elsajátítom, hanem átmegyek érettségire és úgy megyek el magyar szakos főiskolára, akkor ez a lehetőség nincs meg utána nekem, hogy én az asztalos szakmában ö, kibontakozhassak. Tehát ö, nem bántam meg, és most is arra buzdítok minden fiatalt, hogy aki teheti, az a szakképzésben megtalálhatja a lehetőségeit. A mi iskolánkban közel 17 szakmában, 12 ágazatban, megtalálhatja lehetőségeit, számításait, és úgy gondolom, hogy megkapja azt a támogatottságot, ami ennek a célnak a megvalósításához szükséges. Említette a versenyt, és eszembe jutott, hogy most így a versenysport felé kanyarodjunk, illetve ott a megszokott kérdéseket szeretném föltenni, hogy volt olyan a 25 év alatt, amikor azt mondta, hogy na ez már sok, és inkább abba hagyom? És volt-e olyan, hogy miért? Szerintem nem. Uh, valahol ez ilyen, tehát sportlélektani szempontból, ugye egy sportembernek mondom, uh, tehát uh, volt, volt, mindig az, a, az ami, amiért érdemes. Tehát mindig volt egy, egy, egy lépcsőfok, amit úgy, úgy, gondoltam, hogy azt is meg kell lépni, és akkor ha van lehetőség, akkor miért ne? És, és ugyan, ugyanezt a szemléletet próbáltam átvinni az itt, itt tanulóknak a verseny felkészítésében is, és ugye itt is a verseny felkészítés, Két ágon futott ugyanúgy, tehát volt, aki irodalmi területen ö, tudott érvényesülni, támogatottságot megadtam, tudtam, hogy milyen lehetőségek vannak nekik, de ugye az asztalosokat is ki kell emelni, tehát ott a 2014-15-ös tanévben ott ö, először próbálkoztunk meg azzal, hogy az asztalos tanulóinkat elindítjuk, és a mesterrel közösen én úgy gondolom, hogy olyan jól fel tudtuk készíteni őket, hogy ott voltak a top négy között elméleti tudásuk alapján, és a gyakorlati teljesítményük után pedig dobogósak maradhattak, és ez nagyon nagy büszkeség volt, hiszen mi valahol egy vidéki, faipari szakmát oktató iskola vagyunk, tehát nem egy klasszikusan teljes faipari iskola, és, és velük voltunk egy szinten sorolva. Ez nagyon jó volt a mi lelkünknek is, de a tanulókét pedig elmondhatatlan, hogy lehetett látni rajtuk azt az örömöt, hogy, hogy ők, ők, ők ott vannak a legjobbak között. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy melyek voltak azok a versenyek, amire a, a legbüszkébbek, de ugye akkor ezt elmondta, hogy ezen az országos versenyen Igen. a faipari tanulók mennyire jól szerepeltek. Hogy kell elképzelni egy ilyen versenyt? Miből áll? Milyen versenyszámok vannak? Ugye ezt a szakmazztárt ezt a Magyar kereskedelmi és Iparkamara szervezi évente, Hát mi iskolai szinten beszélnék róla, tehát mi nagyon nagy aktív létszámmal veszünk részt. Ugye formájában most már megváltozott, tehát eddig papír alapon történtek ugye az írásbeli előválogatók, idén először volt már, hogy interaktív formában, tehát számítógépen oldották meg a feladatokat, ugye igazodva a képzési kimeneteli követelményekhez az új vizsgarendszerbe. Új volt a tanulók számára is, a mi számunkra is, de... De folyamatosan alakul ez is és változik, és úgy gondolom, hogy nagyon jó irányba halad. Tehát felveszi azt az oktatás szemléletet, amire ennek a generációnak szüksége van. Élet, ott volt még az irodalmi verseny. Igen. Az irodalmi versenyek közül mindig volt egy olyan utánpótlás nemzedék itt az iskolában. Szinte egybeértek a nemzedékek, ha így lehet mondani, hogy amikor visszakerültem, akkor akikkel én műsorokban, városi műsorokban, vagy rendezvényeken konferáltunk együtt, azoknak az öcsei, hugai jöttek a következő generációkkal, és ez így végig, és folyamatosan megvolt itt az utánpótlás. Ugye ez sem nagy titok szerintem a nézők számára, hogy ugye a diszis műsorok, városi műsorok megemlékezések, azok mindig úgy kimagaslanak. Tehát mindig van egy olyan fajta szemlélet, és szervezés szerintem emögött, hogy, hogy mindig egyedi tud maradni. Beszélgessünk a, a, egy kicsit itt a végén a magáról, erről az oklevérről. Ugye elmondta, hogy mit jelent önnek ez, hogy, hogy alig 40 évesen már, már megkapta ezt a, ezt a méltó kitüntetést. Mi? Mi játszott ebben szerepet? A versenyeken való részvétel és nagyon jó eredmények, vagy maga a, a hétköznapi oktatás, illetve azoknak a fiataloknak a, a képzése, akik utána a kiváló szakemberek lettek? Én úgy gondolom, hogy ez az érdem, vagy egy díj, nevezzük díjnak. Tehát ez, ez, amit mondtam, tehát a 25 évet foglalja magába. Lehet, hogy az én nevem szerepel rajta, de én úgy gondolom, hogy ezt az iskola. Ért el, tehát a közösen értük el az iskolával. Ebben benne van minden oktató kollégámnak, minden iskolatitkáromnak, és minden vezetőmnek, aki, aki ebben támogatott is, hogy az iskolát minél rövidebb idő alatt felvegyük az ütemet, és, és mindig a legjobb lehetőségeket kínáljuk a tanulóink számára. Az iparkamarrával nagyon szoros az együttműködése az iskolának, és a duális képzésekre gondolok itt. Igen. Ugye nagyon fontos megemlíteni, hogy ebben az új képzési struktúrában, tehát már a tanulóink ugye duális képzés formájában külső gyakorlati helyen teljesítik a gyakorlati képzést, idejét, és nagyon nagy te nagyon nagy területen vagyunk, hatalmas di diaszporát fedünk le itt a megyében. Ugye négy megye határán vagyunk, 60 településeként, és így ö, nekünk ö, közel 100 duális partnerünk van, ami nagy kihívás számunkra. Próbáljuk ö, ebben is felvenni az ütemet, de én úgy gondolom, hogy a duális partnereink és a kamara ö, magasfokú támogatottsága mellett ez, jó irányba halad, és, és folyamatosan tudunk ebben is jókat alkotni közösen. Nagyon szépen köszönöm, további sok sikert kívánok az iskolában is, meg még hasonló dijakat illetve az irodalom, illetve az asztalos versenyeken is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm önöknek a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra.